de én egyszerűbben fogom föl a kérdést, mert azt mondom, hogy egy szabad választási rendszerben az állampolgárnak joga van bizonytalannak lenni, joga van az utolsó pillanatig azt gondolni, hogy nem megy el szavazni, mert nincs kedve az egész politikához, tudjuk, hogy ez ma Magyarországon egy számottevő réteg, és joga van az utolsó pillanatban, tehát miután nem regisztrált, mert úgy gondolta, hogy nem fog szavazni. Ennek ellenére joga van az utolsó pillanatban délután fél hétkor leszaladni a szavazóhelyiségbe, és urnazárás előtt mégiscsak szavazni ezt a jogát senki nem veheti el, tehát teljesen elképzelhetetlen, felfoghatatlan, megengedhetetlen, hogy legyen egy ilyen rendszer, amiben két héttel korábban döntenem kell, hogy szavazok-e vagy nem szavazok. Az a hivatkozás. Az kon... alkotmányban nem általános regisztrációs jog szerepel, hanem általános választó. Tabás, egy mi van akkor, hogy a két héttel ezelőtt le lezárják, és Orbán Viktor tíz nappal a választás előtt eleged egy baltás gyilkost? És emiatt sok ember felháborodik, és szeretne szavazni, de nem tud. Jó, hát mondom, tehát nem érdemes még példákat se hozni, mert bármi lehet, de egyszerűen az, hogy bal vagy jobb lábbal kelt fel az illető az nap, és ennek függvényében dönt a szavazati szándékáról. Ez senkinek semmi köze, hogy ki, ki miért gondolja úgy, hogy szavaz vagy nem szavaz. Ez a szabad választás alapfeltétele.